A Kárpát Express mai első állomásán megismerhetjük Sepsiszent György világbajnok cukrászmesterét, majd a tavaszi fokhagymájáról híres délvidéki egyházas kérre utazunk. Ezután a felvidéki szórványba, Pozsony püspöki magyar iskolájába látogatunk, végül pedig részt veszünk a mezőgecsei böllérversenyen. Tartsanak velünk! Farkas Ferenc sepsiszentgyörgyi cukrászmestert a néphagyományok és a környezetvédelem kérdésköre is foglalkoztatja. Tavaly két ilyen témájú kompozíciójával nyert egy arany és egy bronzérmet a Luxemburgban megrendezett gasztronómiai világbajnokságon, amelyen 75 ország több mint 8000 versenyzője vett részt. A cukrászmester földünk védelméről szóló marcipánból és csokoládéból készült bronzérmes alkotása már nincs meg, de az erdélyi tájegységek népművészetéből ihletett kenyértészta alapú munkájának alkotó elemei még megcsodálhatóak. A cserépedénybe, ami persze tésztából van, ból kinövő fa így körbe ölel minden elemet, mint hogyha meg akarná tartani ezeket az értékeket, amik még vannak nekünk. Igyekeztem Erdély több régiójából szemelgetni, hogy minden képviseljünk egy kicsit. Korond, a jól ismert székely fazekas központ motívumai díszítik az edényformát, a népviseletek pedig kalotaszegértékeit hirdetik. Nem csak tehetségre és elhivatottságra, hanem sok időre is szükség volt elkészítésüknél. A fateknőt leszámítva a kompozíció minden eleme lisztből, sóból és glükózszirupból készült. Farkas Ferenc a 4 hónapos felkészülési időszak alatt sokat kísérletezett. Különböző típusú örleményeket használt. Hajdina, búza és rozsliszt keveréke jelentette a megfelelő alapanyagot. Elég sokat kellett tesztelgetni, így mondjam, hogy a végső az ilyen legyen. Szinte hihetetlen, hogy ezekből az alapanyagokból sikerült ennyire valósághűen megformálni a törékeny kalászokat, vagy ezt a házi szőttes textíliának tűnő elemet. A szőnyeg legfőbb összetevője is a liszt. Azt a készítőjük sem titkolja, hogy nem a legelső változatot vitte a világversenyre. A kopjafa eltört, a kalászok letörtek, tehát voltak balesetek is, amik miatt újat kellett csinálni, és akkor ha már újat csináltam, akkor már jobbat kellett csinálni, mert már úgy fogalmazok, már volt tapasztalatom. Ferenc 2 évtizede dolgozik a szakmában, cukrászosztályban végezte a középiskolát. Ott kalligráfiát és rajzot is tanult, kézügyességének hasznát is veszi a mindennapi megrendelések teljesítésénél. Most egy csokoládétortát díszít, a kakaóbabból készült édesség a kedvenc alapanyaga. Szívesen kísérletezik, folyamatosan képzi magát. Tudását örömmel megosztja az általa vezetett műhely alkalmazottaival is. Még volt itt is versenyeken, a gasztropánon, és mindenhol ilyen aranyérmeket nyert, hát nagyon büszkék vagyunk rá, és sokat segítettünk szavakkal neki többségbe, és hát egy megtiszteltetés, hogy vele együtt dolgozhatunk. Minden nap újat és újat tanulunk tőle. Ferencet nem a győzelemvágy hajtotta a világbajnokság nevezési lapjának kitöltésekor. Elsősorban szellemi értéket, tudást és tapasztalatot akart hazahozni. Végül világbajnoki aranyéremmel érkezett vissza Sepsiszentgyörgyre. Már amikor a zsűrizés zajlott, már mondták a tapasztaltabbak, akik ott voltak, hogy amely munkákhoz a zsűri többször visszamegy és beszél róla, az valószínűleg, hogy valamilyen helyezést fog elérni, de nem gondoltam, hogy arany lesz az. Nagyon jó volt. Kicsit fel kellett dolgozzam, hogy ez tényleg megtörtént. A sepsiszentgyörgyi cukrászmester már egy következő világversenyre készül. 2020-ban Stuttgartban rendezik a gasztroolimpiát, azon próbálja majd tudása legjavát adva képviselni Székelyföldet. Ma már alig 130 magyar lelket számlál, mégis mindent megtesz megmaradásáért a délvidéki egyházas kér közössége, akikhez hamarosan ellátogatunk.